Walkür Richard Wagner egyik három felvonásos operája, a Nibelung gyűrűje tetralógia második része. A szerző saját véleménye szerint az első felvonás a leggyönyörűbb muzsika, amelyet valaha megalkottak. Liszt Ferencnek pedig így írt a partitúráról. Az elemeknek és szíveknek szörnyű viharzását zártam bele, amely csak fokozatosan nyugszik le Brünnhilda csodás álmáig. Izgalmas mese, amit egy nagyon komoly zeneszerző, egy nagyon fantasztikus alkotása. A Walkürt 1870-ben mutatták be először Münchenben. A magyarországi premier 1883-ban volt. A mű a Ringciklus vagy Nibelung tetralógia azon darabja, amely a sorozat tagjai közül önállóan is a leggyakrabban műsorra kerül. E monumentális méretű alkotás ugyanis viszonylag lazasszállal kötődik a korábban történtekhez, és bár előzménye a további részeknek, de önmagában is kerek egységet alkot. A mű tele van meseelemekkel, misztikummal, csodákkal, és persze érzelmekkel. A történet Wotan gyermekeinek, Siegmundnak és Sieglindének tragikus testvérszerelmét dolgozza fel. Ezzel a darabbal veszi kezdetét a szűkebben vett drámai trilógia. A Walkür legújabb rendezését 2016 márciusában mutatta be az Operaház. A rendező M. Tóth Géza valamilyen mitológikus, sosem volt jövőbeli misztikát igyekezett a színpadra tenni, mondhatni Wagner képzeletét próbálta megeleveníteni. A több egymással párhuzamosan, de térbe behelyezett félig áttetsző és nem félig áttetsző felületre vetítés két irányból, az ad egy nagyon érdekes ilyen lírai, álomszerű, vagy misztikus hangulatot. A darabot 2016 őszéig lehetett megnézni. A művészek most már a folytatásra, a tetralógia harmadik részére, a Siegfriedre készülnek. Várható a jövőre látható majd az Istenek alkonya. És miután elkészült mind a négy mű, várható az is, hogy a Wagner rajongók négy napon keresztül minden este láthatnak egy-egy alkotást, így pedig egyben az egész tetralógiát.